Több ponton is fejlesztené a Moson-Magyaróvári kerékpárutakat az önkormányzat. Az új kiépítések főként a diákokat, munkába járókat, valamint a vasútállomást és a buszpályaudvart kerékpárral megközelítőket érinteni. A Moson-Magyaróvári kerékpárutak alapvetően két fő csapás irányba készülnek. Az egyik a hivatásforgalmi kerékpárút, a másik pedig a turisztikai. Nyilvánvalóan mind a kettő ágazatnak nagy jelentősége van. Van, ahol ez közös szakaszon lesz elvezetve, van, ahol elkülönül egymástól. Azt viszont tudni kell, hogy a jelenlegi pályázati rendszerben vélhetően a hivatásforgalmi kerékpárutak kapnak majd kiemelkedő szerepet. Az elmúlt években több szakaszon folytatták az egybefüggő kerékpárút kiépítését a városban, valamint turisztikai fejlesztésként új utakat adtak át a bicikliseknek, többi közt a Hegyeshalom levél Moson-Magyaróvár és a Rajka-Bezenye Moson-Magyaróvár útvonalon. A jelenlegi pályázattal főként a belvárosi kerékpárutakra helyezni a városfejlesztés a hangsúlyt. A mosoni vasútállomásról a Soproni utcán keresztül a Futurához, illetőleg a Szent István király út mentén a hiányzó szakaszok összekötésével a városközpont irányába a kerékpárosok elvezetése. A másik fontos útvonal pedig a Levél Hegyeshalom felől érkező kerékpárosok bevezetése a Gorki utca meghosszabbításán keresztül a városba, illetőleg a Szigetközi kerékpárúttal történő összekötés, ami esetleg egy hálózati jelleget adhat ennek az egésznek. A pályázati forrásból megvalósuló korszerűsítések várhatóan 2017-ig készülnek majd el.